Az Atya, a Fia és a Szentlélek nevében. A békesség legyen veletek, és a te lelkeddel. A Filippiekhez írt levélből. Testvérek, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ártalmatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok tettekre, veletek lesz a béke Istene. Kedves testvérek és nővérek, jó napot! Üdvözöllek titeket! Még mindig van egy kis megfázásom is emiatt. Megkérdeztem a mellettem álló monsignort, hogy olvassa fel a katekézist. És figyeljünk erre nagyon, mert ez nagyon sok jót fog tenni nekünk. Kedves testvérek és nővérek, jó reggel! Miután befejeztük a vízfonok áttekintését, itt az ideje, hogy rátekintsünk a gonoszság tapasztalatával szemben álló szimmetrikus képre. Az emberi szív, olykor enged a gonosz szenvedélyeknek, vagy a meggyőző köntösbe bújtatott káros kísértéseknek. De mindezzel szemben szembe tud állni. Bármennyire is fárasztó az ember, a jóságra van teremtve, hogy azt valóban megvalósítsa, és ennek művészetét gyakorolhatja is, azáltal, hogy bizonyos hajlamokat állandóvá tesz. Egy csodálatos lehetőségünkről való elmélkedés az erkölcs filozófia klasszikus fejezetét, az erényekről szóló fejezetet alkotja. A római filozófusok virtusnak, a görögök aretének hívták ezt. A latin kifejezés mindenekelőtt azt hangsúlyozza, hogy az erényes ember erős, bátor, fegyelmes és aszkézisre képes. Az erény gyakorlása tehát hosszas növekedés gyümölcse, amely erőfeszítést, sőt szenvedést igényel. A görög areté kifejezés viszont valami olyat jelöl, ami kimagaslik, kiemelkedik, ami csodálatot vált ki. Az erényes ember tehát az, aki nem tagadja meg önnön természetét, azáltal, hogy eltorzítja magát, hanem bűséges marad hivatásához, teljes mértékben megvalósítja önmagát. Rossz úton járunk, ha azt gondoljuk, hogy a szentek kivételek az emberiség körében, bajnokok, és azoknak egyfajta szűk rétege, akik az emberiség határain túlélnek. A szentek ebben a szemléletben, amelyet az erényekkel kapcsolatban az imént bemutattunk, azok, akik teljesen önmagukká válnak, akik megvalósítják azt a hivatást, amely minden embert megillet. Milyen boldog világ lenne az, ahol az igazságosság, a tisztelet, a kölcsönös jó indulat, a nagy lelkűség és a remény közös norma lenne, nem pedig egy ritka anomália. Ezért a fejezetet az erényes cselekvésről mindannyiunknak ismét fel kell fedezni és gyakorolni. Napjaink drámai időszakában is, amikor gyakran az emberiség legrosszabb oldalával szembesülünk.
Egy eltorzult világban fel kell idéznünk azt a formát, amely által formált bennünket Isten, Isten képmását, amely örökre belénk ivódott. De hogyan határozhatjuk meg az erény fogalmát? A katolikus egyház katekizmusa pontos és tömör meghatározást kínál. Az erény maradandó és erős készség a jó megtételére. Nem egy rögtönzött és némiképp véletlenszerű jóról van szó, amely alkalomszerűen lehull az égből. A történelem tanúsága szerint a bűnözők is hajtottak végre jó cselekedeteket egy-egy tisztább pillanatban. Ezek a tettek bizonyára be vannak írva Isten könyvébe, de az erény valami más. Ez egy olyan jó, amely a személyben lassú érlelődés által születik meg, míg nem az belső tulajdonképpen válik. Az erény a szabadság habitusa. Amennyiben minden cselekedetünkben szabadok vagyunk, és minden alkalommal, amikor arra vagyunk hívva, hogy válasszunk a jó és a rossz között, az erény az, ami lehetővé teszi, hogy belső habitusunk helyeset válassa. Ha az erény ilyen gyönyörű ajándék, azonnal felmerül a kérdés, hogyan lehet azt elsajátítani. A válasz erre a kérdésre nem egyszerű, hanem igen összetett. A keresztény ember számára az elsődleges segítség Isten kegyelme. A Szentlélek ugyanis munkálkodik bennünk, megkeresztelt emberekben, és cselekszik lelkünkben, hogy az erényes életre vezessen minket. Hány keresztény jutott el könnyek között az élet szentségre, amikor rádöbbent, hogy bizonyos gyengeségeket nem tudott legyőzni. Mégis megtapasztalták, hogy Isten befejezte azt a jóságnak azt a művét, ami számunkra csupán egy vázlat volt. A kegyelem mindig megelőzi erkölcsi elköteleződésünket. Emellett soha nem feledkezhetünk meg az ókori bölcsesség oly gazdag tanulságáról, amely szerint az erény növekszik és ápolható, és hogy ez megtörténhessen, a lélek első ajándéka, amelyet kérnünk kell. Én a bölcsesség. Az ember ugyanis nem szabad terület, melyet az élvezetek, az érzelmek, az ötletek, a szenvedélyek megfordíthatnak, anélkül, hogy bármit is tenne ezen a konfliktus erőkkel szemben az ember. A felbecsülhetetlen ajándék, amely a mentális tudatosság, a bölcsesség, amely tudja, hogyan tanulhatunk hibáinkból, hogy jó életünket. Szükség van a jó akaratra, a képességre, hogy a jót válasszuk, hogy aszketikus gyakorlatokkal formáljuk magunkat, kerülve a túlzásokat. Kedves testvéreim, így kezdjük meg utunkat az erényeken át, ebben a derűs világ mindenségben, amely kihívást jelent a meghatározó boldogságunk szempontjából. Domino Vobiscum, Sin nomen Domini Benedictum, Ex hoc in seculum, A
et Dominus nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.